Bilincsben vezetőszíjon hozták az 5. tárgyalási napra a 3 vádlottat, 2 férfit és 1 nőt, akik a vádirat szerint tavaly júliusban a Noszlopi Gáspár Parkban található autóbuszpályaudvaron észrevették, hogy egy férfi jelentős mennyiségű készpénzt tart magánál, ezért elhatározták, hogy megszerzik és maguk között elosztják. Elkezdték követni, majd letépték róla az ingét, és a földön rugdosni kezdték. A magatehetetlen sértettől végül elvették a pénztárcáját, amelyben 60 ezer forint készpénz volt. Az áldozat az elkövetők bántalmazásának következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. A tárgyalás november 29-én folytatódik.